amíg a Fidesz apraja nagyja összegyűlt tusványosan, addig bejelentették az új rezsiszabályozásokat. Az új szabályok értelmében ezentúl évi 2523 kWh áramot fogyaszthatunk majd rezsicsökkentett olcsóbb áram, ez azt jelenti, hogy 36 forint lesz majd 1 kWh áram egységára. A kedvezményesen elfogyasztható gázt is limitálták 1729 köbméterben, amiért majd 102 forintot fogunk fizetni köbméterenként. A kormány által megszabott átlagos fogyasztás felett viszont már többet fogunk fizetni minden hónapban, az áramért kétszer annyit, a gázért pedig hétszer annyit. Az áram esetén az egységárat 70,1 forintban szabták meg, a gáz esetén pedig 747 forintban. Csináltunk egy rezsikalkulátort is, amiben te is kiszámítottad, hogy mennyit fogsz ezek után fizetni. Vegyünk egy egyszerű példát. Hogyha az átlagfogyasztásnak a másfélszeresét nézzük, akkor 50 ezer forinttal fogunk majd többet fizetni minden hónapban, 33 ezer forint helyett 83 ezer forintot. A kalkulátort és a kapcsolódó cikkeket megtalálod a videónak a leírásában.